Én úgy érkeztem be a kórházba, hogy már otthon vajuttam valamennyit Ágival, és felment a lázam és a vérnyomásom, és ezért gondolta Ági azt, hogy itt esetleg egy fertőzés veszély is fennállhat, és ezt nem érdemes otthon folytatni. És ekkor mentem be a kórházba, ahol egy vészhelyzetes sztoriban találtam magam, számomra teljesen indokolatlanul. Tehát nem mondták, hogy valami baj van, vagy lehet, vagy sem nem tudták, hogy én mióta vajúdok. Tehát én egy teljesen egyszerű hétköznapi kismama voltam, aki oda befáradtam éppen szülni, de hatalmas hisztériával vettek körül. Tehát fölugráltattak ágyakra, amikre én ugye a tolófájások küszöbén, vagy már elkezdődő tolófájásokkal nem nagyon tudtam mozogni, de nem hitték el, hogy itt tartunk. Vizsgálgattak, aztán még volt idő borotválásra, és minden egyébre, tehát ami számomra egy olyan vadidegen dolog volt, tehát mással akartam foglalkozni éppen azzal, ami az én testemben történik, és erre nem nagyon volt lehetőség. És ezek után, mivel senki nem szeretett volna várakozni arra, hogy én mennyi ideig fogok még vajudni vagy szülni, egyszerűen ketten-hárman nekem estek, és kitolták belőlem azt a gyereket, aki a hasamba volt. Ez szintén egy számomra teljesen kétségbejtő helyzet. Rengeteg sérülést szereztem össze ez alatt a szülés alatt. Aztán gyorsan el is altattak, mert nem várták meg, hogy a lepény leváljon és megszülessem. Én aztán már a későbbiekben rájöttem, vagy megtapasztaltam a saját testemmel és Ágival azt, hogy ez nekem egy óra múlva történik. De a kórházban rutinszerűen 15 perc után kérdés nélkül kaptam egy injekciót, elaludtam, és mire fölébredtem, addigra túl voltunk a lepény megszülésén. Hát nem, hát gondolom kiszedték valahogy, hát én nem tudom, mivel aludtam, a férjemet meg kiküldték ebből a szülőszobából, mert hogy nem mentünk el valami műtőbe, vagy nem, tehát nem történt helyváltozás. És nem tudom, azt sem tudom, hogy a gátmetszés az mennyire normális dolog, és kinek, vagy ki hogy éli meg. Én ezt is elég traumatikusan éltem meg, tehát évekig nem sok húst eszünk, de évekig, ha nekem húst kellett feldarabolni, akkor egy ilyen iszonyú borzalom volt bennem, hogy ez az a hang. Tehát ez az a hang, amit én ott hallottam. Nem vagyok egy ilyen magam elől eltakargatós típusú ember, tehát inkább hamar igyekszem tisztázni a dolgokat, ezért sok mindenre hamar rájöttem, hogy milyen érzetek történtek velem. Rengeteg volt például a szégyennel kapcsolatos történet, hogy kitolnak egy mit tudom én, előtérbe, a liftek elé, ott hagynak feküdni, emberek jönnek, mennek, mászkálnak. Igaz, este van, és nem látogatási idő, tehát szerencsére nem voltak nagyon sokan, de azért ott jöttek a betegek, az orvosok, az ápolók, a nem tudom, takarító személyzet, és aztán kijön oda hozzám egy nővérke, és azt mondja, hogy hát mivel még 10 perc alatt nem sikerült pisilnem bele a frissen alámtett kacsába, ezért most megkatéterez, és akkor ott a folyosón gond nélkül túlestünk ezen a történeten, az én minden tiltakozásom ellenére. Tehát úgy történtek a dolgok, hogy mint hogyha én valami kívülálló lettem volna, aki kívülről nézem, hogy az én testem ott van, és azt szerelik. Tehát ez egy nagyon furcsa élmény, hogy nem vehettem részt ebben az egészben.